Elfeledett álom Első rész Soha se láttam ezt a vidéket. Sárga, messzelt, magas, kétemeletes állomás épület barna zsalus ablakokkal. A sinek mellett a sárga, ökör, fark, kóró virágai. És a legmagasabb oldalsó ablakból az apám feje hajol ki. Némán int. Menjek fel, mit akarhat? Hogy kerülhet ide? De hiszen ez nem is az apám, Ez az ember, amint a napsütötte falon az arca kirajzolódik, inkább ahhoz a torreádorhoz hasonlít, akit évekkel ezelőtt Barcelonában láttam. Ó, Barcelona, te meleg, kedves, illatos város! Ó, a szívem egyetlen szerelme! Második fejezet El kell indulnom a sinek mellett, hát, ha találkozom valakivel. Á, ah, hiszen olyan könnyű a szívem, Mit bánom én, ha nem is látok senkit. Kisétálok a világból, ha akarok. Fáradt nem vagyok, s nem félek az élettől. Gyerünk. Ni, most látom, hogy ez az ösvény hazavezet. Ez a hazavezető ösvény. A réten ezen az ösvényen a régi kertünkhöz érek. Hátul a kiskapuhoz. Mindegy, nincs okon félni, hogy hazamenjek. Néha nem mondom, a hazatérés gondolata borzalmasnak tetszik, de most, amikor olyan könnyűk a lábaim és tiszta a fejem, most nem. Menjünk. Harmadik rész. Az öcsém jön szembe. Maga elé néz, elfordítja a fejét. Miért? Erébe állok, nem akar megismerni. Kit tetszik keresni? A bátyámat. De hiszen én vagyok. Nem felel, megfordul, elindul. Utána megyek. Az út elváltozik, de nem baj, eltalálok én itt akárhová. Jártam én itt már, de mikor? Csak egyszer megvan, ez a város baja, minden rendben van, van nyufám és helyén a szívem. Látja, mondja öcsém, itt van a Béla, de miért nem tegezel engem? Negyedik rész. Nem felel. Egy félig nyitott kapun belép egy házba, és az udvarból felmutat. Valami gyenge petróleum lámpa világít még oda halványan. Egy nyitott korlátos folyosót látni, ahonnan egy cselét hajol le, mint egy megnémultan ernyetten. Mögötte pedig sötét arcú emberek lopóznak le, mint az árnyékok zsákokkal. Mit keresek én itten, s mit bánja az öcsém, ha valakit kirabolnak? A zsákosok hosszú sorban vonulnak el a folyosón, félelmetesen és gonoszul. Miért hozott ide engem ez a fiú? Az öcsém most a zsebéből köteletvesz elős, feldobja a cselédlánynak. A lány megköti a rácson, de gyengén és alig, nem tökéletlenül. De ő nem törődik mindezzel, int és mászni kezd fölfelé. Utána megyek, mert féltem a bajtól, nekem valószínűleg nincs sok vesztenivalóm. Régen nem másztam már kötélen, kis fiúkorom óta mégis fölérünk valahogy. Öcsém fölsegít, és a néma cselédlányra nézünk. Mozdulatlan konok rossz arc. Ez a elérünk felesége volt valamikor, és börtönbe zárták, mert az urát meg akartam mérkezni. Ötödik rész Bemegyünk egy félig nyitott ajtón, ahonnan vörös lámpa fény dereng. Egy csendes elhagyott szoba ez, ahol nem lakik senki, ahol éjszakákon átég a magányos lámpaláng, anélkül, hogy valakinek világítana. Egy lámpás, amelynek fénye senkinek se kell, amely az éjek gyötrelmes egymás utánjában néván éli fel a világító olajat. Megdöbbentő és rettenetes ez az elhagyott szoba, üres és céltalan. Mi minden történhetett itten, talán embereket gyilkoltak. Te vigyázzunk, itt valaki ránk, ne zárja az ajtót, mondtam suttogva, és jól hallom az ilyet hangomat. Jöjj csak! Hatodik rész Öcsém előre megy, és egy tapét ajtót nyit ki. Keresztül megyünk egy másik szobán. Ez egy széles, beláthatatlan nagyságú terem. Ernyős, alacsonyra eresztett lámpása, mintha szédítő magasságból lógna le. Csak a terem közepén világít, meg egy fekvő halott nőt. Hogy kerül ide ez a hulla? Nem merek szólni. Az öcsém biztosan energikusan megy előre, mint aki valamilyen szent kötelességet teljesít és akadályt nem ismer. Meg szeretnék állni, és megnézni ezt a gyönyörűséges asszonyt, akit Isten tudja, hogy kicsoda hagyott itt a sivár magányosságban, átadva a pusztulásnak, de megállásról nem lehet szó. Egy szűk folyosóra érünk, és szűk falépcsőn, derengő hajnali szürkületben haladunk lefelé. Hová megyünk? Csak suttogom, és majdnem föllélegzek. Ezt a tájékot ismerem, ez egy venéciai kis utca. Itt jártunk egyszer Kármencsitával, ott fellaktunk a második emeleten. Boldog szép idők! Mi történhetett azóta Kármencsit a szép szájával? Hetedik rész A levegő mozdulatlan. Alig, nem ősz felé jár már az idő, mert a hajnal színei kissé párásak. Boldogan enyhe fáradtság alatt érdeimben megyek előre a Canal Grande irányában, apró utcák és hidak sokaságán át. Nem zúgolódom, kíváncsian és érdeklődéssel nézek szét. Milyen jó itt, milyen szép zöld a víz, milyen tiszta a levegő! Gondolkodnom kell rajta, mikor is jártam itt. Nyolc-tíz éve, egyedül akkor is, de boldogan, mert soká tudtam aludni. Aludni felébredések nélkül édesen, mint a cukros tej. Végre kiértem a San Marco térre. Üres volt, bár egészen világos. Sehol egy ember, egy hang. Mi az kihalt ez a város? Kiáltok, hó, ha, hó! hangon visszhangzik az óriási kőkockák között, de nem mutatkozik élőlény. Egy madár se. Most mit csináljak itt? Megvan. Fölmegyek a harangtoronyba, hát, ha látok valakit. A harangtorony még mindig nincs kész. Érthetetlen, a restaurálást abba hagyták, talán. A piszkos, kőporos álványok alatt besurranok az ajtón, és nekiindulok a végtelen lépcsőknek a levegő folytó, a múlt rettenetes atmoszférája ez, vagy a jövő mi? Mi minden érheti az embert, sejteni se lehet, hová fogok kiérni, mit fogok látni, hol fog velem a lépcső leszakadni, mindezt e pillanatban el se gondolhatom. Mert ha a legrosszabbat, a legborzasztóbbat gondolom, a jövő mindig rám is licitál. Például, ha most valaki becsukná a harangtorony ajtaját, ha gyorsan befalaznák néma kőművesek, s ha fönt pedig zárt vasajtóra találnék. Hiába zörgetnék, hiába döngetném még, a szabad levegőre se juthatnék ki, hogy leugorjak, lekiáltsak, és megszabaduljak fogságomból. Az a rettenetes a dologban, hogy a menekülés reménye alatt talán halaszgatnám az öngyilkosságot, amelyet pedig egy jó sejemnyakkendővel nyakkendővel könnyen pár perc alatt végre lehet hajtani. Valószínű, hogy keresgélni kiárásokat ablakok után a poros folytó sötétségben. Közben bóbiskolnék is talán egy pár órát valamelyik lépcső. Talán újra és újra hozzáfognék a tapogatózáshoz, talán körmeimmel ásnám a falat, véreznének az ujjaim, s éhen kellene halnom, mert akkor már nem lenne erőm, se az izmaimban, se az akaratomban, hogy elvégezzem a megfojtást. Nyolcadik rész Mindegy, menjünk csak föl. Végre hosszú-hosszú percek után fölérek az erkére. Nincs lezárva, szétnézhetek. Sehol egy ember, egy hajó, sehol füstnek még nyoma se. Tehát kihalt a város. Pedig éppen olyan, mint akkor volt, mikor utoljára láttam, de senki. Itt nem élnek, az bizonyos. Miért? Hajókon elmentek, mint talán? A sok olasz, a kereskedők, a gondolások, rampínók, a szép rojtos kendős karcsú leányok, és az idegenek, a vörös amerikaiak, és az a barna arcú, aranycipős, ausztráliai milliárdos lány is, akinek a szemeit itt csodáltam lenne a Floriani kávéházban. Megfoghatatlan. Csak legalább egyetlen galambot látnék újra le kell botorkálnom a lépcsőkön. De néni milyen gyorsan megy mostan, alig két forduló, és már a szabadban vagyok. El kell szédülnöm az erős déli napfény miatt. Nem tudom, nem látom, mi van körülöttem. Csak az apám hangját hallom. Fogd meg a kezemet, fiacskám. Megfogom. Óriási nagy keze van, az egész tenyerem alig át a mutató ujját. Jó, jó, de hiszen nem maradok itt. Hát akkor menj, ahová akarsz. Indulok. Apám arca fájdalmas és sápad, de látom, hogy már letárgyalta magában az egész dolgot. Nem tartóztat többé. Hátat fordít. Csak menni, menni, innen szólok magamban, és vissza se nézek. De nem tudok előre haladni. Az út tele van apró békákkal és más mesztelen rózsaszínű apró állatokkal. Mik ezek? Koraszülött kutyák és macskák, és né itt fekszik köztük a Zsóli is, a régi szép fehér kutyánk. Vérzik az egész hasa tátong, és saját máj előtte fekszik a poros földön. Nyalogatja. Éppen, mint amikor elütötte a vonat a pályaudvaron. Sírni szeretnék dühömben és fájdalmamban. Miért kellett akkor magunkkal vinni Zsolit a pályaudvarra? Én akartam erőnek erővel. Apa azt mondta, maradjon csak itthon Zsoli, de én akartam. Az ember bizonyos dolgokat nem tehet jóvá, sőt, semmit se tehet jóvá. Minden lépésével tulajdonképpen elősegíti a saját pusztulását és másokét is. Zsoli, Zsoli! Leszeretnék térdelni, meg szeretném csókolni ezt a drága, kedves állatot, ezt a jó pajtást. Azt szeretném, hogy rám nézzen, megbocsásson, hogy megszabadítson ettől a borzasztó önvártól, ettől a fájdalomtól. Nem néz rám, szemeiből látszik még, hogy él, s lenéz maga mellé a földre. Sokkal komolyabb, nagyobb dolga van, mint hogy velem törődjék. Gondolkozik, arról gondolkozik, hogy ő már elpusztul, s hogy vége mindennek. Jézus Krisztusom! ez a hugom kiáltása. Félelem szorítja a torkát, semmi emiatt a hangja olyan reket, erős és kemény, hogy nem lehet ráismerni. Lehajol mellettem, s fölvesz valamit a földről. A szíve, mondja zokogva, a Zsoli szíve, és még mozog, vissza kell tenni. Kérem, tessék elmenni innen. Igen, de a kutyát elvisszük, hát akkor tessék gyorsan. Jó, de előbb visszatesszük a szívét, mert meghal. Ahhoz nekem semmi közöm. Jó, tehát csak nem fogja kívánni, hogy ez az állat maga miatt elpusztuljon. Kérem, rendőrt hivatok, tessék! Gyere, vigyük gyorsan Zsolit. Te véres lesz a kötőd. Nem baj, de addig elpusztul. Ad ide csak a szívét. Neszed csak gyorsan. Na jó, de ha lejted, akkor igazán nem lehet már semmit tenni. Meg kell mosni. De honnan hozzak vizet? Hozd már a kutyát, de már fütyül a vonat. Szaladjunk. Borzasztó, borzasztó.